Simon Cornél és Jani Csákleca. Milyen rég volt nálunk konfetti, tényleg. Köszönjük nektek. Bravo, bravo. Már te bejártad Tolnád Baranyát, hát itt körbe szaladgáltál a stúdióba. Azért ez tulajdonképpen nem egyszerű mutatvány. Tehát ide énekelni, oda énekelni, csinálni a koreográfiát, Tibi, lenyűgözött egykori kollégiumi társad? Mielőtt átadom a szót Kukinak egy szakmai értékelésre, el kell, hogy mondjam, hogy mennyire büszke vagyok a Cornélra, aki mindent tőlem tanult, amit a táncról tudott. És ez elég volt. És sajnos ez látszott. Minden bűfajban. Egy picit úgy bulisztál, mint aki a családját védi a testével, de ettől független a dolognak volt egy ilyen könnyedsége, lazasága. Ez is jól lett, Cornél, rendben van. El kell, hogy menjünk együtt bulizni, jó? A kaszaikre. Végre. Maci tesók, nagyon jó volt. Kukikám, ja bocsánat, de, csak rá akartam ugrani, hogy végre egy mai sláger. Szól is Dandinak, arra jobban hallgat. De el kell mondjam, hogy ti tudjátok, hogy David Guetta úgy öltözik, mint Cornél, és úgy kinéz, mint Cornél. Na de ki kezdte korábban? Mert David Guetta... De Cornél kezdte korábban! Cornélról vett a stílus! Na, itt van a David Guetta személyesen! Na, én imádom azt a zenét, de ez egy kis új változás volt benne, mert amit játszom nap a rádióban, ez egy picit más, ez most ilyen saját ízlés volt benne, más ének benne, vagy mi volt benne, ami kicsit más. Ezt most nem teljesen értettük, de... Az eredeti dallal keverjük. Ez eredeti dal? Igen. Jobban tetszik, mint az eredeti. Hoppá, na mit szólsz ehhez? Na, finom képzavar, az eredeti jobban tetszik neki, mint az eredeti. Nem, ez jobban tetszik, mint az eredeti. De ez az eredeti. Nem. De hogy tetszette jobban az eredeti, ha ez az eredeti? Az eredeti, ami most megy, ez más, mint most az eredeti. De ez az eredeti! Nem, még egyszer... Ne hagyd magad, Kuki! Nem, ami most játszok a rádióban, ez más, mint most az eredeti. Ez most az eredeti. Így van, ez volt az eredeti. Nem tudják. Akkor ez volt az eredeti. De a lényeg, hogy tetszett? Eredeti, de tetszett. De ez volt az eredeti! Ne hagyd magad, Kuki! Nem hagyom magam! Majd elmagyarázom, mire gondolt a Tibi. Egyetlen mondat erejéig. Van egy klasszikus rajzfilm, amiben ez elhangzik, hogy Kuki, ne ragozz, mert megbalandulok! Nem? És ez itt fogunk? Nagyon tetszett. Senki nem lehetett. Hát nekünk itt van az eredeti Kuki, elég az, tudod. És itt a hamisítvány Kuki, mondja el az Andi akkor. Bár nem tudom, hogy ezek után bármit érdemesen mondani, szerintem elloptátok a showt. Remek volt, érdekes volt nekem, figyelnem kellett, hogy mit hallok, meg mit látok, mert nagyon sok minden történt itt. Vesza megint nagyon-nagyon jól énekelt, a Cornél is nagyon jól énekelt, nagyon jól táncoltatok, nagyon sok konfetti volt. Nem is tudom, hogy ilyenkor mivel lehetne még ezt tovább elemezni, mert én most teljesen elvesztettem. És az eredeti? Eredeti volt, vagy nem volt eredeti? Ez az eredeti volt, jobb, mint az eredeti. De jobban tetszett ez, mint az eredeti? Nekem nagyon tetszett, és kész. Ennyi. Tibikém. Eredeti poénokkal. Ilyen. És nézd meg, tudod mi a baj? Ilyen nálunk egy szakmai értékelés. Ezért mi pénzt kapunk, ez a nagy picit baj. Szégyellem magam. Na, figyeljetek! Akkor most nézzük meg ezt így pontok alapján. Pontokkal még tudjátok értékelni az előadók munkáját. Tibi, nálad kezdjünk, mondja. Én nekem óriás kedvenceim vagytok, minden jól áll, 10 pont. Nagyszerű, Andi? Most melyiket pontozzuk, ezt vagy az eredeti? Nem, mert nem tudom, melyik volt az eredeti. Én most 9-et adom. Maradjunk annyiba, 9. 9? Okay, az is nagyon jó, Kuki. Ez sokkal jobb volt, mint az eredeti, most értető volt. Ez volt az eredeti. Megvettem 10 pont eredetiek! Hoppá, megint 29.3-as volt, esetben vagytok.